Ebben a részben már egy korábban elhangzott témát fogunk meglátogatni újra, ez pedig Jahua angyala, vagy az angyal Jahua. Ezúttal egy kicsit más szempontból fogjuk megvizsgálni ezt a kérdést. Ezúttal segítségül fogjuk hívni Vine teljes Ó és Új Szövetség szótárát, melyről egy rövid leírást itt olvashatunk. Ez a prémium verzió, ami itt látható, és amit mi használni fogunk, ez az Ó, illetve az Új Szövetség összes szavát tartalmazza ABC sorrendben, ugye ez angol nyelven íródott, mellette a héber vagy a görög verzió, és ezen szavaknak a jelentése. Ez a szótár egyébként Merrill F. Unger verziója, és egy nagyszerű eszköz, hogyha valaki részletesebben szeretné tanulmányozni az írást. Amennyiben rákeresünk az angyal kifejezésre, ez természetesen angolul lesz, akkor számos bejegyzést találunk, ezekből meg fogunk nézni egy párat. Az eredeti szó az ugye malák, és annyit tesz, mint üzenet közvetítő, üzenő vagy pedig angyal. És bár a héber ótestamentumban az a kifejezés, hogy lák, ez egy ige, ugye, és annyit tesz, hogy küldeni valakit. Héber ószövetségben nem szerepel, de az ugari, az arab, illetve az etióp nyelvben egyaránt jelen van ez az ige. Láthatjuk azt is, hogy a név Malakia, vagy Malakiás, a proféta neve annyit jelent szó szerint, hogy az én üzenőm, vagy az én üzenet közvetítőm, és ez pedig a főnév Malakból ered. Ez a főnév Malak, mint üzenet közvetítő 213-szor szerepel a héber ószövetségben, és különösen nagy jelentőség a történelmi jellegű könyvekben, ahol általában üzenőt vagy üzenet közvetítőt jelent. Ezek a könyvek például ugye Bírák könyve, Safatim, 31-szer szerepel a szó, Második Királyok, Malakim, Bet, 20-szor szerepel, Shmuel Alef 19-szer és Shmuel Bet 18-szor szerepel a szó Malak, mint üzenő. Ez a nagy része ugye a szó felhasználásának, ezen kívül még Zakaria vagy Zakariás könyve az, amelyikben nagyobb jelentőséget kap a kifejezés angyal vagy Malak. Ahol is ugye Jahua angyala az, aki Elohim üzenetét tolmácsolja Zakariásnak. Nézzünk meg erre egy példát, ez Zakaria 4-es fejezet, 4-es vers így szól, és felelék, és mondám az angyalnak, ugye az angyal itt természetesen Malak, aki beszél vala velem mondván, mik ezek Adonai, ugye ez Adon vagy Adonai, uram, és felele a Malak, aki beszél vala velem, mondá nekem, hát nem tudod-e, mik ezek, és mondám nem Adonai, felele, és szól nekem mondván, Jahuának, beszéde ez Zorobábelhez mondván, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek hatalmassága. Ki vagy te nagy hegy? Lapájá leszel Zorobábel előtt, és felviszi a csúcskövet, kiáltás támad, áldás, áldás reá, és szól a hozzám Jahua. Láthatjuk, hogy egyszer azt mondja, hogy az angyal beszél vele, utána pedig azt mondja, hogy szól a hozzám Jahua mondván. Zorobábel kezei veték meg e ház alapját, és az ő kezei végzik el azt, és megtudod, hogy a seregeknek hatalmassága küldött el engem hozzátok. A seregeknek hatalmassága küldte el ezt az angyalt, és ez az angyal ugyanúgy Jahua nevet viseli. A seregeknek hatalmassága az Jahua Tsebaó, ez ugye Szebaá, vagy Szebá, hadsereg, sereg sokaság, tömeg, háború, hadviselés, vagy seregek. Ez egy jelző, a másik része pedig Yahuwah, a legfelsőbb Elohim tulajdon neve. Yahuwah Szebá.
Láthatjuk tehát, hogy ez az angyal, ez a Malák elhozta Yahuwah szavát, és úgy beszél, mintha ő maga lenne Yahuwah. A szó maga Malák egyébként jelent valakit, akit egy nagyobb távolságra elküld egy személy, vagy akár egy közösség is, ugye ez Bereshit 32.3, akit érdekel, ez pedig Bamidbar 21.21, aki meg szeretné nézni. Csak villámgyorsan, az első esetben ugye Jákob követeket küld maga előtt Ézsauhoz, a bátyához, ezek a követek a Malakim, vagy követek, a másik pedig itt már Izrael küldi a követeket Szihonhoz, az Emoreusok királyához egy üzenettel, és ezek a követek a Malakim. Ha mennyiben tovább haladunk, láthatjuk azt is, hogy a Malák lehet egy királynak a képviselője, vagy az úgynevezett nagykövete. A Malák ezt a funkciót is betölti, erre később még kitérünk, hiszen ez fontos lesz. De nézzük meg a példát, itt ugye arról beszélnek, ez Malakim, vagy első királyok, és a 20-as fejezetben így szól, és Ben-Hadad, Szíria király összegyűjti egész seregét, 32 király volt ő vele, és sok ló, szekér, felmenne megszállás Samáriát, és ostromolni kezdi azt. Ha a következő verset megnézzük, látjuk, hogy követeket küldött Ahabhoz, Izrael királyához a városba, és azt üzeni neki, azt mondja Ben-Hadad, a te ezüstöd és aranyad az enyém, te feleségeid is, a te szép fiaid is az enyémek. Erre válaszolt ugye Izrael királya, hogy amit megmondottad, uram, király, tied vagyok mindenekkel, amelyeket bírok. Megtérvén pedig a követek mondának, azt mondja Ben-Hadad, miután hozzád küldöttem és azt üzentem, hogy a te ezüst aranyad, feleségeid, fiaid ad nekem, azért holnap ilyenkor elküldöm az én szolgáimat hozzád, felkutatják a házadat, szolgáidat, házait, és kezekhez veszik, ami csak kedves előtted, és elhozzák. Szóval a követek eljárnak a király helyett és a király helyében az ő hatalmával és erejével felruházva. Ugye ezek a versek megerősítik azt, hogy a Malák, vagy ez az üzenet közvetítő, ez egy fontos szerepet töltött be, és egy fontos karakter volt, nem csak az írások során, hanem a történelem során is. Az, hogy hogyan viszonyultak ehhez az üzenetközvetítőhöz, vagy Malákhoz, az meghatározta, illetve kifejezte azt, hogy hogyan viszonyulnak az üzenet küldőjéhez. Két példát is láthatunk itt erre, az egyik ugye Nábál, amikor becsmérelte Dáud, vagy Dávid küldöttjeit, ez 1 Sámuel 25, a másik pedig szintén Dávid, amikor Hanun, Ammon királya alázta meg Dávid szolgáit, ez ugye Samuel Bet 10-es fejezet, elfogatá azért Hanun, Dáud szolgáit és szakáloknak felét lenyiratá, ruháikat félben elmetszeté az alfelekig és elbocsátá őket. És ezek után Dávid pedig bosszút állt rajta, hiszen a szolgák vagy a küldötteknek a megalázása az végül is azt jelentette, hogy így gondolkodtak róla is az ammoniták. Nem csak emberek küldhettek ilyen üzenetközvetítőket, hanem természetesen Yahuwah Elohim is küldött. Az elsődleges ilyen funkciójuk az a prófétai üzenetek átadása. Erre az egyik példa, ugye ez második krónikák 36, Divrei Hayyamim, Bet 36-os fejezet. 15-ös vers, és Yahuwah az ő atyáiknak hatalmasságon elküldi hozzájuk követeit jó idején, mert kedvez vala az ő népének és az ő lakhelyének, de ők Elohim követeit kigúnyolták, az ő beszédeit megvetették, prófétáival gúnytűztek, míg lenn Yahuwahnak haragja felgerjed az ő népe ellen, s többé nem vala segítség. Ez természetesen Yahuwah maga, ez az Úr Yahuwah, Isten pedig Elohim, és a követ pedig Malak vagy Malakim, akiket elküldött az ő üzenetével azért, hogy figyelmeztesse a népét, azonban mivel kigúnyolták, megvetették és a profétákkal gúnytűztek, ez olyan, mintha őt magát sértegették volna.
hiszen a próféta nem más, mint közvetítő a két fél között, illetve a képviselője az üzenet küldőjének. Az első megjelenési formája a Maláknak vagy Malakimnak, tehát a próféták vagy az emberek, akik közvetítik Jahua szavát a Ruach HaKodesh segítségével. A második csoport azonban egy úgymond angyali üzenet közvetítő, aki már spirituális és nem húsvér, azaz nem ember. Ez a fajta természetesen ugyanolyan néven fut, mint Malak vagy Malakim, mi ezt angyalnak hívjuk, ami egyébként a görög angelos szóból ered. A görög kifejezés angelos, ezt megbeszéltük már többször, héberül üzenetközvetítő vagy idézőjelben angyal. Az angyal egyébként egy természetfeletti vagy spirituális üzenetközvetítő, akit Jahua küldött valamilyen specifikus üzenettel. Az egyik példa erre egyébként Bereshit 19-es fejezet, amit mindenki jól ismer, ez ugye Szodoma és Gomora esete, ahol a két angyal eljött Lothoz, hogy figyelmeztesse. Ez pedig így szól, mikor a két angyal, ugye a két angyal az Malakim, estére Szodomába jutott, Lót Szodoma kapujában ült vala, és amint meglátta őket, Lót feléjük felkele, és eléjük ment, és arccal a földre borul. Az angyal itt is Malák, tehát néha küldöncnek, futárnak vagy küldöttnek hívja, máskor pedig angyalnak. Az angyal egyébként utal a spirituális vagy természet fölötti jellegére ennek a karakternek, míg a küldött vagy küldönc az pedig nyilván egy embert jelent. Nem fogunk ebbe jobban belemenni, de a két karakter itt, a két angyal az Jahua üzenetét hozta, hogy figyelmeztesse Lótot, hogy eltűnjön ebből a településből, mivel Jahua haragja elérte azt a pontot, amikor el fogja pusztítani a föld színéről azt. És végezetül eljutottunk a harmadik és a legjelentősebb kifejezéshez, ami a Malak Jahua kifejezés az írásokban. És bár már nagyon régen megbeszéltük ezt, ezek az ő saját szavaik. A harmadik és a legjelentősebb az összes kifejezés közül az a Malak Jahua. Jahua angyala. Vagy pedig Elohim angyala. És ez természetesen Yahusha HaMashiach a Brit Hadasában, vagy pedig a szó maga Jahua hatalmával, erejével, illetve a ruákkal. Ez a kifejezés mindig egyes számú alak. És egy olyan angyalt vagy malákot jelöl, akinek általában valamilyen megmentő vagy védelmező funkciója volt. Erre egyébként azt a példát hozzák fel, amit a múltkor már megnéztünk, ez Semót 23-23, de a 20-astól kezdődik, ímé én angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrizzen téged az útban, vigyázz magadra előtte, hallgass a szavára, mert az én nevem van ő benne. Mert az én angyalom te előtted megyen és beviszen téged ugye arra a földre. Ez az a Malak Jahua, amiről szó van. Nem csak pozitív szerepet tölt be ez a Malak, hanem pusztítást is magával tud hozni. Erről olvashatunk többek között első krónika 21-es fejezetben, nézzük meg gyorsan. Akkor Dávid vagy Deut felemeli az ő szemeit, és látta Jahua angyalát, vagy a Malak Jahuát állani a föld és az ég között kivont kardja kezében, melyet Jerusalaim ellen emelt vala fel. Leesik azért Daud és a vének is zsákba öltözvén az ő orcájukra. Így folytatja a Vine szótár. A kapcsolat Jahua és az angyal Jahua vagy Jahua angyala között gyakran olyan közeli, hogy nehéz őket elválasztani egymástól. Erre egy nagyszerű példa, Bereshit 16-os fejezet, 1 Mózes 16, ami ugye Hágár története is így szól. Mikor elmegy Hágár Sáratól és Ábrámtól, találja őt Jahuának angyala egy forrásnál, a pusztában. Ezután ugye Hágár mondja neki, hogy honnan jössz és hová mégy. Azután így szól, akkor mondja neki Jahua angyala, még mindig Jahua angyala, térd meg a te asszonyodhoz és alázkodjál meg az ő kezei alatt, ezután mondta neki Jahua angyala, felettébb megsokasítom a te magodat, hogy sokasága miatt megszámlálható se legyen,
Ezután mond a Jahua angyala. Imi te terhes vagy, és szülsz fiat, nevezd a nevét Ismaelnek, elmondja, hogy ugye milyen lesz Ismael, mivel hogy meghallá Elohim a te nyomorúságodat, és így, és ne, a 13-asban így vagy adja, és nevezi Hágár Jahuának nevét, aki ő vele szólott. Azaz Hágár ezt az idézőjelbe tett angyalt vagy malákot Jahuának hívta, és így szólt, te vagy a látomás hatalmassága, vagy Elohime, avagy nem e helyen láttam a látomás után. Mikor azt mondja, hogy avagy nem e helyen láttam a látomás után, azt mondja, hogy őt e helyen látta meg, és e helyen látta meg azt a forrást utána, ami Lachai Roi-nak hívják, és a Lachai egyébként a kifejezés maga Chai, ami élő, úgy mint Elohim, vagy élő eleven, élénk, vagy zsenge, de egyébként élő, mint Elohim. Következő példa Bereshit 21, első vers, Jahua pedig meglátogatá Sárát, amint mondotta vala, és aképpen cselekedik Jahua Sárával, amiképpen szólott vala. Azaz láthatjuk, hogy Jahua az, aki meglátogatta Sárát, hogyan látogathatta meg az atya, amit tudjuk, hogy ez lehetetlenség. Nézzük meg egy újabb példát, ez Bereshit 22, ez jól ismert mindenki számára, Ábrahám megkísértése, így kezdődik, és lőn ezek utána, Elohim megkísérté Ábrahámot, és mondta neki, Ábrahám, s azt felele, ím hol vagyok. Ezután elmagyarázza neki, hogy mi a teendő, ugye Izsákot fel kell áldoznia, mint egy égő áldozatot. Elindulnak, elmennek a szolgákkal, előkészíti, és aztán így szól neki újra a 15-ös versben. Érdekes ebben az, hogy hogyan változtatja Jahua angyaláról Jahuára, mindenféle átmenet nélkül a beszélőnek a személyét. Így kezdődik, és kiállt a Jahuának angyala, ez ugye Malák, illetve természetesen Jahua, Ábrahámnak másodszor is az égből. Szóval először is ő volt, mikor azt mondta, hogy Elohim megkísérti, és beszél vele, már az is Jahuának angyala volt. És mondta, én magamra esküszöm, azt mondja Jahua. Ezért írja Vine, hogy olyan közeli a viszony a kettő között, hogy szinte elválaszthatatlan. És az egész sorozat erről szólt. Ezt szerettem volna bemutatni, hogy azért olyan, hiszen ez az, amit mi Elohimnek, vagy idézőjelben Istennek hívunk. A kettő egysége, az Atya és a Fiú egysége. Aki itt beszél, az Isten olyannyira, amennyire ő része az egységnek, és tolmácsolja az atya akaratát az emberek felé. Ezért írja azt Jahukanon, hogy nem látta senki, és a hangját sem hallotta, hiszen ez a karakter, Jahua angyala, Malák Jahua, illetve Jahusá Hamásiák az, akin keresztül az atya kommunikál az emberekkel, nem pedig ő személyesen az, aki ezt az egészet intézi. Létrehozta ezt az első számú üzenet közvetítőt. És hogyha sikerül elvonatkoztatni az angyalképtől, ami a fejünkben van, akkor megértjük, hogy mit is jelent ez az egész. Nem fogjuk megnézni mindet, de egyébként ez ugye a csipkebokor, ez Semot, 3-as fejezet, 2. vers, és van még 1-2, akit érdekel, megnézheti, ez pedig itt már Safatim, vagy Bírák könyve 6, illetve 13. Nézzük, hogy mi az, amit hozzátesznek még. Ez a fajta azonosság bizonyos kutatókat arra a következtetésre juttatott, hogy az angyal Jahua, vagy Jahua angyala, ez a karakter, akiről eddig szó volt, ez a másiáknak a korai megjelenése a Tanákban. Viszont egyértelmű, hogy akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet ő a mindenható azonos az atyával, miközben itt van, akkor ki van ott fenn, és akkor hogy lehet ő azonos vele, ha mégiscsak az ő üzenetét közvetíti ide? De az azonoson kívül van még egy kérdés, hogy lehet egyenrangú vele, hogyha az atya üzenetét közvetíti ide. Márpedig a helyzet ez. A Septuaginta pedig kétféle dolgot különböztet meg. Az egyik az Angelos. Ugye a Septuaginta az a görög nyelvű Tanák, vagy Ószövetség, és ebben a Malák szót általában angyalként fordítják, Angelos. A kifejezést
Yahuwa angyala, vagy az angyal Yahuwa, pedig Angelos Curio, a Curiót ugye megnéztük, a Curios az úgy, mint úr. Szóval ők is különbséget tesznek a kettő között. Azok számára, akik az igazságot keresik, én azt javaslom, különösen azok számára, akik az igazságot az írásokban keresik, hogy csak akkor fogadjanak el bármiféle állítást, ami a hitrendszeren belül elhangzik, amennyiben utána jártak, és látják, hogy az írások azt támogatják a könyv elejétől a könyv végéig. Amennyiben elfogadjuk, hogy ez egy könyvet alkot, akkor el kell fogadnunk azt is, hogy csak azok az állítások igazak, amelyek az elejétől a végéig azonosak, illetve összhangban vannak a versek, a proféták, az apostolok és a másiák üzenetével. Ehhez pedig elengedhetetlen lesz az, hogy mindenki maga időt fordítson erre és kinyomozza, amennyiben érdekli az igazság. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!